Az Ungvártól mintegy 400 kilométerre fekvő Krasznoillán járunk. Az említett Ivano-Frankivsk megyei településre hozott ugyanis az ungvári magyar főkonzulátus egy nagy teljesítményű áramfejlesztőt. A Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat által felajánlott generátor a lehető legjobb helyre került, hiszen a környéken élőknek nem csupán télen, de most is gyakori áramszünetekkel kell számolniuk. A segítségnyújtás azonban nem merült ki az áramfejlesztőnél. A konzulátus képviselőit körbevezették abban az épületben, melynek felújítását a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalt magára. Az épületben olyan táborozó gyerekeket fognak elszállásolni, akik a háborús övezet közelében élnek. Az első csoporttal 40 gyermek érkezik, mindegyikőjük Szumi megyéből. A későbbiek során úgy szeretnék ezt megszervezni, hogy több megyéből is legyenek ott fiatalok, így lehetőség nyílhatna az ismerkedésre is. Наш фонд уже, ну, не вперше організовує табори. Ми вдячні Угорщині за те, що раніше. Az alapítványunk már sokadik alkalommal szervez nyári táborokat. Hálásak vagyunk Magyarországnak azért, hogy korábban náluk szervezhettünk ilyen táborokat. A koronavírus járvány előtt országunk egész területéről üdülhettek ott a gyermekeink. Most pedig hálásak vagyunk azért, hogy a magyar támogatásnak köszönhetően az ország keleti régióiból származó gyermekeknek tudunk itt, a Kárpátokban tábort szervezni, hogy kikapcsolódhassanak, feltöltődjenek, és legalább valamelyest megőrizzük a gyermekkorukat, amit az orosz agresszorok megpróbáltak elvenni tőlük. A közösségi ház mellett a település iskolájának felújítását is támogatta a magyar állam az Ökumenikus Segélyszervezet révén. Az iskolára teljes bezárás várt, hiszen 2018-ban, 19-ben és 20-ban árvíz sújtotta a térséget, az épület falai pedig gombásodni kezdtek. Az iskolások közel 2 évig voltak kénytelenek más épületekben tanulni, és az étkezés sem volt megoldva számukra. A magyar kormánynak és az Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhetően támogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően elvégeztük az iskola homlokzatának felújítását, az alapok vízhatlan szigetelését, kiépítettük a csapadék és a szennyvíz elvezetési hálózatot. A magyar támogatásnak, illetve egy ukrajnai program keretében kapott támogatásoknak köszönhetően lett egy csodálatos iskolánk, amely az oktatás folyamatával kapcsolatos minden követelménynek megfelel. A korszerűen felújított épületek immár lehetővé teszik azt, hogy a keleti megyéből érkező gyerekek üdülhessenek a festői környezetben. Magyarország ungvári főkonzulátusa minden esetben szívén viseli az ukrán gyermekek sorsát, hisz már több ízben szerveztek számukra tábort Magyarország területén. A héten is elindult egy csoport. Az ukrán nép megsegítését célzó magyar humanitárius akció keretében különösen odafigyelünk arra, hogy a gyermekek számára biztosítsunk megfelelő feltételeket a tanuláshoz, időtöltéshez, és különösen pedig azoknak a gyermekeknek, akik ennek a háborúnak az ártatlan áldozatai. Itt ebben a kicsi faluban is magyar állam segítségével és a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálatnak a kivitelezésében több épületnek a rendbehozatalához járultunk hozzá, amire nagyon büszkék vagyunk. Itt ebben a faluban fogjuk megvalósítani 200 olyan gyermeknek a 10-10 napos üdültetését, akik ténylegesen a háborús sújtotta területről, a frontvonalból származnak, akiknek a szülei a fronton harcolnak, vagy éppen elvesztették a szüleiket. A üdültetést a Ivano-Frankivszki Tiszta Szívvel alapítvány segítségével bonyolítjuk le, és Magyarország külügyminisztériuma, illetve az ungvári magyar főkonzulátus pedig a dologi költségek viseléséhez is külön hozzájárult. Nagyon bízunk benne, hogy a gyermekek számára ez az üdülés, ez felejthetetlen lesz, és egy kicsit tényleg megélhetik a gyermekkorukat. A felújított iskolában jelenleg 475 gyermek tanul, hiszen nem csupán a krasznoiljai, hanem a környező településeken élő gyerekek is ebbe az intézménybe járnak. A magyar támogatásnak is köszönhető beruházás után pedig már megfelelő körülmények várják szeptemberben a tanulókat.